A napos órákkal együtt a programok is megszaporodnak Tokajban, mindemellett több fejlesztés is elindult már a városban. Köszöntöm a stúdióban, Posta György polgármestert, jó estét kívánok! Mi az, ami a leglátványosabb, ami azonnal szembe tűnik a beruházások fejlesztések között? Az azt hiszem a legfontosabb, akit mindenkit fog érinteni, aki közlekedik Nyíregyháza és Tugai között, az Erzsébet királyné hídjának a felújítása, a teljes körű felújítása, ami nem csak az úttest megújítását jelenti, hanem ugye megvan már a Nyíregyháza Tokai kerékpárút, és ennek folytatásaként a hídon is kialakítanak egy kerékpáros konzolt az északi oldalon. Ez azt gondolom, hogy nagyban segíteni fogja a kerékpáros, biztonságos kerékpáros átközlekedést a hídon, és ez azért is lesz fontos, mert nem csak a való átközlekedést fogja segíteni, hanem a városban már meglévő kerékpárútra való becsatlakozás is meg fogja könnyíteni a beruházás, és ami fontos, hogy nem csak a kerékpáros biztonságos átközlekedését tartja fontosnak a NIF, aki a beruházást irányítja, hanem a, a, a déli oldalon, a gyalogos közlekedés is biztonságosá fog, biztonságossá fogják kialakítani, úgyhogy nem csak az északi oldalon lesz egy úgynevezett hozzátoldás a hídnak, hanem a, a déli oldalon is, tehát a, a híd meg fog szélesedni a kerékpáros konzol, illetve a gyalogos konzolral, és magával a hittest felújításával is ugye elindul a felújítás. Ami fontos, hogy nem csak a híd, hanem a körforgó is meg fog újulni, meg fog nagyobbodni, és azt gondolom, hogy biztonságosabbá fog válni a, a körforgóban is a közlekedés. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eleme lesz a híd felújításnak. Mikorra fog ez elkészülni, mennyi kényelmetlenséggel jár ez a mostani szezonban? Hát maga a beruházás 9 hónapig fog tartani, a nagy valószínűséggel június közepén fog elindulni, most jelen pillanatban még a terveknek az egyeztetése folyik, és onnantól kezdve 9 hónap áll majd rendelkezésre a kivételezőnek, hogy ezt a közel 1,5 milliárdos beruházást végrehajtsa, úgyhogy elég sok kellemetlenséggel fog járni, nem csak a át közlekedőknek, hanem a tokai lakosoknak is. Élőknek is. De úgy látom, hogy az a kerékpárút, ami elkészült, azt nagyon nagy örömmel vették birtokba a kerékpárosok. Érzékelhető, hogy megnövekedett a bringások száma a városban? Azt hiszem, hogy mindenképpen ezt ki lehet jelenteni, hogy nagyon megnövekedett a kerékpáros turistáknak a száma és ez az, ugyanígy egy háza érkeznek, és azt gondolom, hogy azokat a szolgáltatásokat, amit egyébként eddig vagy autó, vagy vonattal vettek igénybe a turisták, most már kerékpárral is igénybe veszik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres történet volt, ez a, a, a nyíregyházatokai kerékpárút fejlesztés. Egy bizonyítják az ott kitekerők száma is, illetve a befelé közlekedők száma is, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak a hazai, belföldi kerékpáros turizmusnak segített, hanem most már egyre jobban úgy érezzük, hogy a nemzetközinek is, például a Tokajba érkező lengyel turisták most már kerékpárra, a a kerékpárral mm -hmm. jönnek, és a kerékpárt felhasználják arra, hogy ezeket a infrastruktúrákat kihasználják. Tehát én úgy gondolom, nem csak a hazaiak kezdenek el most már Tokaj környékén kerékpározni, hanem úgy látszik, hogy a külföldiek is. Amennyire én tudom, a fejlesztés az erre is irányul a továbbiakban. Jól tudom, hogy körbe lehet majd hamarosan kerékpározni a hegyet? Igen, azt gondolom, hogy ez lesz az igazi nagy látványossága majd ezeknek a kerékpáros fejlesztéseknek, hogy nem csak biztonságosan lehet majd Nyíregyházáról kitekerni Tokajba, hanem a hegyet körbe lehet lesz tekerni. Tehát így be lesz vonva, majd Bodrok keresztül is is abba a turizmusba, ami eddig kerékpárral csak ugye Tokajig lehetett igénybe venni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon látványos beruházás lesz. Lesz olyan látványos szakasza, a lebúj környékén, ami majdnem szinte a, a, a folyó fölött fogunk kerekezni, és ott, ott közel van a hegy is, tehát az egy nagyon látványos része lesz majd a kerékpárút fejlesztésnek, és úgy gondolom, hogy nem csak azért lesz érdemes majd ezen körbetekerni, mert, mert biztonságosan fogunk tudni körbetekerni, hanem azért is, mert olyan természeti értékek mentén fog haladni a kerékpárot, ami már maga egy olyan élmény lesz, ami azt gondolom, hogy mindenki számára föl kell, hogy keltse majd az érdeklődést. Talán híd is lesz a Bodrogon a kerékpárosok számára, vagy ez egy távolabbi jövő? Hát igazából azt kell mondjam, hogy már nem is annyira távolabbi jövő, Ugye a kiemelt turisztikai pályázatok között, elsőként a, a gyalogos hidra, a tokai gyalogos-kerékpáros hidra nyertünk a turisztika ügynökségtől 15 millió forintot egy olyan megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, aminek az a fő célja, hogy ez a híd elkészülhessen. Ezt a megvalósíthatósági tanulmányt elkészítettük, beadtuk a turisztika ügynökségre, és bízom abban, hogy pozitív elbírás fog nyerni, és ez a, ez a régi vágy a, a tokaiaknak, hogy a bodrogon átélvelő hídon át lehessen menni a bodrogzókba, ez reményeim szerint meg fog valósulni. Úgy tudom, a Rákóczi várat is készíteni, vagy készülnek felújítani legalábbis egy-két bástyát. Igen, ez is a turisztikai, kiemelt turisztikai beruházásnak a része. Összefügg a híd felújítása, vagy híd, a tervezett hídnak a megvalósításával, hogy akkor van igazán értelme ennek a hídnak, hogyha van hova átmenni, nem csak a természeti értékek miatt, hanem olyan építészeti értékek miatt is, mint meg a Tokai Vár. Nagyon kevesen tudják, hogy egy milyen fontos és, és, és nagyon, az átkelőhely miatt milyen fontos volt a Tokai Várnak olyan léte. Ugye el, el lett ez fel Lejtve, mert ugye a vár jelentős része a föld alatt van. Ennek az újra a gondolását tűztük ki célul, és a pályázatunk ugyancsak a turisztikai ügynökségen van, és bízunk abban, hogy ez a pályázatunk is pozitívan lesz szerbírálva, és akkor két bástyára nyílik majd lehetőség, hogy megépítsük a merítő bástyára, illetve a Vasoló bástyára. Ennek a projektnek van egy másik fő része is, ez pedig a Makoveszkínre szeviai pavilonjának a a megvalósítása tokhajban. Imre bácsi annak idején, amikor megtervezte a szeviai pavilont, azt a célt tűzte ki, hogy fölhajózik majd a Dunán és a Tiszán, és a, a Bodrog összefolyásánál fogja újraépíteni a szeviai pavilont. Akkor még az volt, hogy a kiállítás után ez el lesz bontva ugye ez nem történt meg, de ennek a kópiáját nagyon szeretnénk egy szellemi kikötőként megépíteni a Tiszai és Obadról összefolyásánál, úgy, ahogy ezt Imre bácsi annó megálmodta, hogy ez a két projekt szorosan összefügg, és bízunk abban, hogy a turisztikai ünnökség ezt támogatni fogja. Akkor hosszú évtizedekig még mindig lesz miért Tokajba menni. Ebben az évben viszont nagyon sok program kedvéért érdemes átlátogatni Tokajba. Igen, azt gondolom, hogy lassan elindul a fesztiválkatlanban is a szezon. Azt gondolom, hogy nagyon fontos produkcióval fog nyitni a fesztivál katlan. Június Június én az Alexandrov együttes 130 fővel fog egy fantasztikus elő, előadást tartani a Fesztiválkatlanban. Ez lesz a katlan első előadása, és azt gondolom, hogy ez az ötödik éve a fesztivál katlanak teljes éve, és úgy gondolom, hogy olyan program sorozattal hívjuk a vendégeket, ami nagyon egyedülálló, nagyon sok világsztár fog megjelenni a tokai fesztiválkatlanba, a Lord of Dance-en kívül is sok egyéb fellépő, és ami nagyon fontos, hogy pünköst hétvégén, hogy a bornapokkal megindul a, 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 a nyár, a tokai nyár, és azt hiszem, hogy olyan programsorozatot kínálunk, ami reményeink szerint nagyon sok embert fog városunkba csalogatni. Mi pedig nagyon szívesen adunk erről majd hírt. Posta György polgármester úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm a lehetőséget.